Ukrajna elnöke Volodymyr Zelenszky utasította a miniszteri kabinetet, hogy gyorsítsa fel a régiók pénzügyi támogatását az iskolai óvóhelyek építése ügyében, hogy az iskolások jelenléti oktatásban részesüljenek. Közeleg a tanévkezdés a jelenléti oktatás élvez prioritást ott, ahol ez az óvóhelyeknek köszönhetően lehetséges. Ukrajna kormánya utasítást kapott, hogy gyorsítsa fel az iskolai óvóhelyek építését, mondta az esti videó üzenetében. Hétfőn és kedden az államfő munkalátogatást tett Voliny, Rivne, Zsitomir Kijev és Csernyihiv régiókban, ahol megismerkedett az energetikai helyzettel, a védelmi erődítmények építésének menetével, valamint megbeszéléseket folytatott a helyi vállalkozókkal.